Mutassa be néhány szóban az egyesületét. De most már több mint 35 éves egyesületről beszélhetünk. A Plati József Bajtársi Egyesület annak idején a honvédségi nyugdíjasok hozták létre abból a célból, hogy annak az úgynevezett nagy 130 ezeres hadseregnek, a nyugdíjasainak elfoglaltságot, szabadidős programokat szervezzenek. Nyugodtan mondhatom, hogy ez a feladat most már teljes egészében ránk hárul, az egyesületekre, illetve a klubokra, mert a hadkiegészítő most már örül, hogyha saját dolgával tud foglalkozni. Olyan jól működik ez a dolog, hogy tavaly egy nagyszabású katona találkozót szerveztek. Igen. Hát ez egy közösszervezés volt, ebben sok ember részt vett, mindenki oda tette azt a kicsit, ami ahhoz kellett, hogy legyen ebből a tervből, ebből a gondolatból valami. Pénz nélkül semmi sem megy, pénz pedig nyugodtan mondhatom, hogy az első pillanattól annyi, amennyiből ezt meg lehetett csinálni, rendelkezésre állt. Jól sikerült, ez volt a vélemény, de ez köszönhető elsősorban nektek, mert hisz ti hoztátok azt a mondjuk így képet a falu elé, amit láttak. Addig mi maximum csak az interneten keresztül tudtunk ebből valamit profitálni, azon a szinten, hogy, és azt is csak azon a szinten, hogy értesítettük a volt régi katonákat. Most az internet és ti nagyba segítettétek a munkánkat, hogy ezt nyugodtan mondhatom, hogy egy jó sikerült rendezvény volt. Ötletek vannak, lelkesedés van. Hogyan tovább, milyen programokra számíthatunk az idén? Igen, erre az évre is terveztünk egy nagyszabású programot, már csak abból az alkalomból is, hogy a téma adott. 1912-ben 8 fő halt meg benn a régi úgynevezett barak táborban, a zörkénytábornak nevezett területen, ami tulajdonképpen táborfalvának az elődje volt. 6-an ágyúcsőrobbanás következtében, 2-en pedig hőlégbalon lezuhanása következtében, amit, hogyha valaki valamilyen szinten a régmúltba ismerős, látott régen úgynevezett sárkánybalonokat, a 1916-ban, amiket használtak az első világháborúban, olyan történt egy baleset, és ennek is két halottja volt ennek a szerencsétlenségnek. És így ez a 8 úgynevezett tüzérbaleset, hát ezek 2012-ben 100 éve történt, és ennek csináljuk most a centenáriumi megemlékezését. Milyen programokra számíthatunk az ünnepség során? Próbáltunk sokan, sokféleképp egy olyan komplex, mondhatjuk úgy, programot csinálni, amivel meg tudjuk szólítani a fiatalokat elsősorban, mert egy olyan támogatást sikerült, mondjuk így, hogy fölhajtani rossz szóval, előteremteni, amit a mai ínséges időben a honvédség is csak nagy erőfeszítések árán tudott megtenni, vagy remélhetőleg tud megtenni, mert ez majd július 8-án lesz elkészítve, illetve megcsinálva ez a rendezvény. Tüzérfegyvernemi nap lesz a haditechnikai állomás területén, katonazenekart kapok Szolnokról, akik itt, ha egy kis szerencsém lesz, és sikerül végrehajtani, akkor egy szabadtéri kis koncertet is adnak, térzenét. Íjász bemutató lesz a táborfalvai íjász együttes segítségével, ők hagyományőrző ruhában lesznek kint a helyiségi klubnak az emeletén, ilyen első világháborús tüzér képekből fényképes paramára szerelt kiállítás lesz, amit a Hadtörténeti Intézet bocsájt a rendelkezésünkre. Ha nem jön semmi közbe a Hadtörténeti Intézet parancsnokának, dr. Kovács Vilmos ezredesúrnak, akkor ő fogja az egésznek a megemlékezési beszédét megtartani. Ő fogja, mint történész, megnyitni ezt a kiállítást. Majd a kiállítás után lent a meghívott vendégeknek egy fogadást adunk, ami remélhetőleg egy jó ízű ebédből fog majd szólni. És utána egy szabad bajtási beszélgetés veszi majd kezdetét. Mint semmi, ez sem megy, gondolom, támogatás nélkül. Sikerült-e már szponzorokat találni a rendezvényhez? Igen, hát ezt sem akarom elkiabálni, mert
Ezek a szponzorok felajánlották a támogatásukat, de hát ez akkor válik pénzé, amikor meg fogom kapni. Igen, Táborfalván nyugodtan mondhatom, hogy a Jung ABC, a Motokrom Kft., Halbka Mikos képviselő úr és Bednárik Artúr vállalkozó is segíti a rendezvényünket. Nyugodtan mondhatom, hogy a község képviselőtestülete, amit rendelkezésünkre bocsájtott pályázati pénzt tőlük kapunk, ahhoz ez nagyon kell, mert enélkül nem tudjuk megcsinálni ezt a rendezvényt. Ahhoz, hogy egy színvonalas, jó rendezvényt csináljunk, ahhoz ez a pénz nagyon kell. Az Egyesületnek komoly múltja van, a jelenét most éljük. Hogyan képzelje el a jövőjét 10 év múlva? 10 év múlva. Azt szeretném, hogyha több tagja lenne az Egyesületnek. Legalább ilyen rendezvényeket tudnánk csinálni, mint most, és hát itt most megint megállunk egy kicsit. Még mondani, hogy 2 biztos volt. A harmadik talán az lenne, hogy ugyanott tudnánk tovább működni, ahol eddig, bent a őrkénytábori helyőségi klubba, ami most nagyon-nagyon bizonytalan jövő elé néz. Hát reméljük, hogy ez 10 év múlva most már biztos lesz, és tovább is ott tudunk működni majd. A saját rendezvényeik mellett megjelennek esetleg a falunapon is? Természetesen. 4-5 évvel ezelőtt aktívan minden főzési versenyen, főzési lehetőségen az Egyesület megjelent. Most is szeretnénk megjelenni, főzni is fog az Egyesület, és remélhetőleg nem csak, hogy ott leszünk, nem csak, hogy megjelenünk, hanem eredményt is tud majd a szakácsunk produkálni, hisz nyugodtan mondhatom, hogy Papp Annika az egyik legismertebb szakács a községben, aki ahol csak teheti, megjelenik, főz, és hát eddig már nem egy is, nem kettő. Tehát nem első és nem második helyezett eredményt ért el, hanem ettől most már sokkal jobbakat is. Várjuk a rendezvényt, köszönjük szépen! Én köszönöm! Legyen szíves bemutatni nekünk az Egyesületét. Igen. Úgy hívják, hogy Vajdas Sándor Kertbarátklub, az országos szervezetben, tehát a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének a itteni szervezete vagyunk, és 55 tagot számláltunk, de már csak 32-3-an vagyunk, mert megöregedtek, kiléptek, elhullottak, meghaltak, és így csak 30-valahányan vagyunk. Ami azt jelenti, továbbá, hogy minden falvai rendezvényen részt veszünk, tehát a önkormányzat által szervezett rendezvényeken ott vagyunk, többek között a falunapon is. A falunapon például borversenyt szervezünk, évtizedek óta, hogy így mondjam, nagyon régen. Ez pedig úgy folyik, hogy a kertbarátok a megtermelt borait elhozzák, belöntjük 1 literes üvegekbe, a zsűri megkóstolja, és dönt, szavaz a helyezetről. Úgy szoktunk csinálni, az első 5 helyezetet jutalmazzuk, hogy így fejezzem ki magam, emléklappal. A harmadik, második, meg az első helyezetet kis ajándékot szoktunk nekik venni. Na, még a klubról annyit tudok mondani, hogy vannak ilyen baráti klubok, ugyanúgy kertbarát klubok, mint mink vagyunk. Van 3 klub, a Gyáli, a Dunaparsányi és a Pomázi. Ez úgy értendő, hogy egyik évben ők jönnek ide, másik évben mi megyünk oda. Tehát ilyen baráti látogatás képpen. Említette, hogy a tagság viszont fogyatkozik. Hogy tudnák esetleg az ifjúságot ösztönözni arra, hogy belépjenek önökhöz? Na, ez a helyzet úgy alakul, hogy az ifjúságot nem érdekli a kert. Nem érdekli a növényzet, hogy így vezem ki magam, tehát nem tudják megmondani, hogy mi az, hogy kapom, vagy gyereble, szóval nagyon le vannak maradva ebből a témából. Hogyan lehetne őket mégis ösztönözni? Szerveznek esetleg programokat nekik? Na, itt probléma van, mert nem. Tetszik tudni az a helyzet, hogy én azon a véleményem vagyok, hogy én nem fogok elmenni senkinek könyörögni, hogy így vezem ki magam, hogy erre azt lépjébe, mert nem. A másik meg az, hogyha valaki jelentkezik, szívesen fogadjuk. Említette, hogy az önkormányzat rendezvényei rendszeresen szerepelnek. Saját rendezvényeik vannak, illetve lesznek ebben az évben? Opa, igen, ezt nem, hogy kihagyjuk, mert nagyon fontos. Nem, hogy lesznek, már volt is egy, tehát
A Kerbalát Klub igyekszik azt el, nem elintézni, nem jó, szóval azt létrehozni, hogy így fejezem ki magam, hogy szakmai előadásokat tartanak részünkre, és ezt onnan tudom elintézni, hogy így fejezem ki magam, hogy minden hónapban egy nap fölmegyek Pestre, és ott van ilyen vezetőképző tanfolyamoknak nevezzem, amit a elnök urunk, a dr. Szent Miklósi Ferenc az szokott összehozni minden hónapban, és ott vannak különböző előadók, tehát tudni, és amelyik előadó mondjuk úgy, hogy nekem megtetszik, akkor fölveszem vele a kapcsolatot, és megbeszélem vele, hogy ugyanezt az előadást tartsa meg nekünk itt lent, táborfalván. Sok esetben megtörtént már. Milyen sikerességgel? Csak a klubtagság jött, vagy sikerült becsalogatni egyéb érdeklődőket is? Na, itt megint probléma van, kezdjük foglalkozni, mert a klubtagok azok eljönnek. Pláne úgy csinálom, hogy egy kis meglepetést csinálok nekik. Például most legutóbb úgy volt, hogy megvolt az előadás. Az előadás témája a tápanyag utánpótlás volt. Tehát a földnek a tápanyag utánpótlása, de nem ez a hagyományos Isten utánja, meg ilyesmi, hanem ilyen szerves anyagok, amiket nem kell villázni, meg mi. És utána megtartottunk egy zsíros kenyérpartit. Ami azt jelenti, hogy próbálom úgy csalogni őket, hogyha, mert ezt már tapasztalatban tudom, hogyha valamit oda teszek eléjük, jobban eljönnek. Hogyan képzeli az egyesületet mondjuk 10 év múlva? Ha nekem erőm és egészségem lesz, akkor biztos, hogy megmarad a Kertbarát Klub, mert őszintén megmondva, annyira szeretem ezeket a kis öregeket, akik, mert csak kis öregek, öregek vannak a Kertbarát Klubban, nagyon szeretem őket, és ezért úgy gondolom, hogy ha erőm, egészségem engedi, akkor még továbbra is fogom csinálni ezt. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Települési képviselőként miben látja ennek a munkának a lényegét? Én úgy gondolom, hogy az elmúlt közel 30 év, az, illetve hát most már több is, mint 30 év, hogy én felnőttként dolgozom, és vállalkozóként is 10 alkalmazottnak adok munkát. Elég nagy az élettapasztalatom, amiben úgy gondolom, hogy sokat tudok tenni a településünk működésében. Nagyon sokan megtiszteltek a bizalmukkal is, és igazából én 2010-ben egyedüli újként kerültem be a képviselőtestületbe. Ez valamilyen szinten azért, mivel egyébként is elég elfoglalt vagyok, voltam, megnehezítette a feladataimat, de másik oldalról meg egy óriási erőt adott az emberek tisztelete megbecsülése. De polgármester úrtól, jegyzőasszonytól, képviselőtársaimtól, hivatali dolgozóktól maximálisan megkaptam minden segítséget, megkapok és megkaptam minden segítséget. Úgy gondolom, hogy most már tudom megfelelően végezni a képviselői munkámat. Egy nagyon szép dolog, egy óriási élményt is nyújt tulajdonképpen, meg felelősség is természetesen. Mi a legnehezebb ebben a munkában? Legnehezebb az, hogy szociális bizottsági tag vagyok, és én nagyon szeretem az embereket. Engem a szüleim arra tanítottak, hogy ahol csak tudok, mindig segíteni kell, és amin van, azt osszam meg. Na most képviselőként olyan szempontból nehéz ez a dolog, hogy ugye a törvények kötnek egy oldalról, másikról meg hát az anyagi lehetőségei önkormányzatunknak igen behatároltak. És hát jó néhány esetben én a családom pénzéből is próbálok segíteni embereknek. Például most nem régen is, tehát ősszel felújítottuk Táborfalva a 2 buszfordulóját, illetve az óvodához járdát építettünk a családom finanszírozásába tulajdonképpen, illetve én a képviselői tiszteletdíjamat sem veszem fel, egyesületek, szervezetek támogatására ajánlom fel. Ezek a kezdeményezések szerintem szinte egyedülállóak, nem csak Táborfalván, hanem az egész térségben. Milyen a visszhangja ezeknek a dolgoknak? Hát egy kis csalódást okoztak tulajdonképpen nekem. Egyrészt
nagyobb nyilvánosságot kellett volna, hogy kapjon ez a családom által tett fel ajánlás, adomány. De tulajdonképp most már azért, tehát a falugyűlésen megszólított az egyik táborfalvi lakos, illetve konkrétan nem engem név szerint, de úgy éreztem, hogy talán nekem is, mert ő arról beszélt, hogy a 2010-es önkormányzati választásokról, amikor a bemutatkozásunk volt, akkor azt mondta, hogy a jelöltek az összefogásról, az özvetlenségről beszéltek, hogy ezt kellene, hogy véghez vinni, és erre én el is mondtam a úgynevezett közmeghallgatáson, hogy ha engem szólított meg, akkor válaszoltam neki azzal, hogy elmondtam azt, hogy a buszfordulókat a mi pénzünkön újítottuk fel, illetve a járdát is az óvodához a családom pénzén építettük. Ami tulajdonképpen rosszul esett, az, hogy addig nyilvánosan nem lett megköszönve, hát azért itt egy ilyen 1 millió forint körüli adományról van szó, én úgy gondolom, hogy ez eléggé egyedülálló, főleg táborfalva életében, és azért is fontos ez, hogy vállalkozóként erre a pénzre óriási szükségem lett volna mind a vállalkozásaim, ugyanis van két vállalkozásunk, egy egyéni vállalkozásom van, amiben állattenyésztéssel és növénytermesztéssel foglalkozunk, illetve van egy fuvarozó cégünk, amit KFT formában működtetünk, és igazából az mellett, hogy egy kicsit rosszul esett, hogy ez nem kapott nyilvánosságot, vagy nem, hogy nyilvánosan nem lett megköszönve, én inkább tovább megyek, mert ennek egy véleményem szerint egy olyan problémát is felvetett ez, hogy sokan nem tudtak erről, hogy ezt a Halupka család végezte el ezt a beruházásokat, hogy talán ki lehetne használni az embereknek, azoknak az embereknek, akik tudnak anyagi erejükhöz képes segíteni, hogy látnák azt, mert hogy nyilvánosságra lett hozva, hogy a Halupka család ezt adta a településnek, akkor ők meg esetleg másba tudnak segíteni. És ez a településünk, tehát táborfalva a miénk, mindannyiunk érdekébe tehet mindenki, amit tud, maga módján, maga szintjén, nem előírás, nem biztos, hogy százezrek vagy milliók kellenek ehhez, hanem mindenki egy-egy cseppet tesz bármiből. Nekem az például az is nagyon, nagyon tetszik, hogy évek óta táborfalván a villanyoszlopokra virágok vannak kitelepítve a nyári időszakra, és bizony ezek az emberek a nyári hőségbe öntözték a virágokat, hogy tényleg szép legyen. Ez is egy nagyon szép dolog. Mindenfelé, vagy minél több felé legyen virág, segítsünk egymásnak, ahol csak tudunk. Jócskán kiveszi a részét ezek szerint a közösség építésből. Közeledik ugye bár a táborfalvi falunap. Ott milyen szerepet vállal? Igazából ott is terveztünk egy kakaspörkölt, tel tulajdonképp nevezni, de hát a szerencsétlenség tulajdonképpen ugye a május 26-án lesz a falunap, és egy családom, tehát a vállalkozásomat érintő dologgal ez egybeesik, amit még nem tudom, sajnos lehet, hogy nem fogom tudni másra átruházni, de hát majd megpróbálom tulajdonképpen mind a két helyen, eleget kell tennem, nem lesz egyszerű, de próbálom ezt majd megoldani úgy, hogy a településünknek a lehető legjobban, legtöbbet tudjak segíteni ezáltal. Ön itt él, itt dolgozik, hogyan képzeli el táborfalvát 10 év múlva? Hú, igen, ez egy nagyon jó kérdés. Én úgy gondoltam, amíg nem voltam képviselő, és nem láttam bele a konkrétan a településünk anyagi helyzetébe, működésébe, sokkal nagyobb dolgokat képzeltem. Tehát sajnos látjuk azt, hogy mint ahogy mindannyiunknak, embereknek, átlagembereknek, vállalkozóknak egyre nehezebb az életük, nincs ez másképp a településünknél sem. Én nagyon fontosnak tartanám, hogy mindenki a maga módján, csak egy nagyon egyszerű példát mondok, ugye megépültek most már a vízelnyelő árkok, szikkasztó árkok, nem néz túl jó ki a településen, meg sok embernek ez gondot okoz, az ingatlanja elé nehezebben tud beparkolni például, a Mozaik újságban is, tehát a helyi újságunkban is egy néhány sor gondolatot vetettem ez ügy kapcsán, hogy ezt el kell fogadnunk. Amikor van csapadék, akkor a csapadékvizet el kell vezetni, mert a elterületi utaink is tulajdonképp az élettartalmát ezzel egy kicsit tudjuk növelni. Nagyon fontos lenne az, hogy szépüljön településünk, tudjuk azt, hogy mindenfelé kevés a pénz,
ami egy nagyon fontos dolog lenne, úthálózatunkat rendbe kellene tenni, nagyon fontos lenne például, hogy járdákat tudjunk építeni, akár ugye a Kossuth-Lajos utca mellett tulajdonképp még jó sok hiányzik ott is, vagy az Iskola utcánál fel kellene újítani, ezt én már tulajdonképpen a 2011-es működési terve is már leadtam, hogy építsünk járdát. Nem biztos, hogy a településünk pénzéből kell ezt megtenni. Itt is jön az, amiről beszéltem az imént, összefogásból. Ki mit tud segíteni? Néhány ezrek, tízezreket összetudunk szedni emberektől, és csinálunk egy járdát. Ha 100 métert, akkor 100 métert. De hogyha minden évben csinálunk 100 méter járdát, azért az 10 év alatt már egy jelentős távolság. Például. Lokálpatriótaként, sikeres vállalkozóként mit üzenne a jövő nemzedékének? Húha, nagyon keményen kell dolgozni, és minden forintot fillért megfogni, és nem a mának élni, hanem a jövőbe tervezni. Én mindig azt szoktam mondani helyi vállalkozóként, tehát mi most már ilyen 200 hektár körüli saját földterülettel rendelkezünk, és azt szoktam mondani, hogy én nem a fiaim, két fiam van, Miklóska és Zolika, nem a fiaim életét formálom már, hanem én már az unokám, egy unokám van 5 éves lesz augusztusban, hál' Istennek most már a második is, majd nem soká meg fog születni, tehát én már az unokáim életét formálom, vagy próbálom az utat ki kövezni nekik, aztán, hogy majd engem ők áldani fognak, vagy sem, hát azt majd a jó Isten tudja. Igazából nem lehet tudni. Tehát sajnos az a baj, hogy vállalkozóként majdnem azt se tudom megtervezni, hogy mi lesz mondjuk a jövő héten, vagy jövőre. Onnél tudhatnám azt, mivel itt most évtizedes dolgokról beszélünk. Nem tudhatom, hogy mi lesz néhány évtized múlva. Ugye a vállalkozásunk fő pillére az a szántóföldi növénytermesztés és az állattenyésztés. Mindenfelől azt halljuk, meg azt tapasztaljuk, hogy enni kell. Ugye a föld lakossága nő, úgy gondolom, hogy nem lehetünk rossz úton, az, hogy minden napjaink nagyon nehezen működnek most, hát ez a pillanatnyi gazdasági helyzet nagy mértékben befolyásolja, de én remélem, hogy mivel eddig is elég sok sikert értem el az életembe, feleségemmel az idén már 30 éves házasok leszünk, én úgy gondolom, hogy nagyon sokat köszönhetek neki is, fiaimnak, családomnak. Más kiutat nem látok, tehát szigorúan, keményen dolgozni, minden forintot megfogni. Én ezt tudom üzenni a jövőnek. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Üdvözlöm Moldován Ágnes újságírót és médiaszakembert, akivel annak apropóján beszélgetek, hogy a Pengetár Közhasznú Egyesület egy médiatréninget szervez a többi civil egyesület számára, és megmondom őszintén, én is nagyon kíváncsi lennék, hogy milyen eszközök állnak a civilek rendelkezésére ebbe a média kérdésbe, mert ebben maradjunk abban, hogy nem vagyunk eléggé képzettek, és azt gondolom, hogy itt egy olyan szakember, akitől megtudjuk, hogy ez hogyan működik. Szeretnénk egy pár szót erről hallani, kedves Ágnes. Köszönöm szépen a megelőlegezett bizalmat. Valóban, tehát a civil szervezetek olyan alapállásból indulnak, hogy náluk úgysem történik semmi. Sajnos nem ismerik fel, hogy ez a semmi, ez tulajdonképpen mégiscsak valami. Tehát én már álltam a mikrofon másik oldalán is nem egyszer, és saját tapasztalatból el tudom mondani, hogy nagyon-nagyon nehéz kiszedni bárkiből, hogy mi történik náluk, mi fog történni, mert ezt egyszerűen nem tartják közlésre alkalmasnak. Értem. A feleségem szokta mondani, hogy a mi házasságunkban nem történik semmi, de hát ez tényleg inkább nem igazán újságok címoldára való. De mégis, amíg pár konkrét esetet nézzünk meg, hogy mi az, amit javasolnál ebben az ügyben a mondjuk itt a táborfalvi civileknek, mert dolgoztál is többször itt velünk, tehát te tudnád a mi hibáinkat, vagy a mi erényeink, azt is talán egy pár ilyenre, hogyha rávilágítanál. Én mindenképpen több aktivitást és kezdeményező készséget javasolnék, ugyanis általános tapasztalat, hogy a civilek, illetve bárki nem jelentkezik a médiánál. A média pedig ezt nagyon szereti, hogyha nem kell kifacsarni a híreket az alanyokból, hanem hogyha ők jönnek. Tehát, hogyha bárkinek bármilyen eseménye van, legyen az egy jubileumi ünnepség, legyen az egy bármilyen falunapi fellépés, vagy egy főzőverseny, nyugodtan keressék meg a helyi sajtó munkatársait. Tehát szerencsére itt el vagyunk látva elég jól helyi sajtóból, itt van a két helyi kábeles televízió, illetve itt vagyunk most már mi, mint Spotnet, vannak helyi honlapok, különböző szomszédos települések honlapjai,
Szerintem fogadókészség mindenhol van, viszont a kezdeményezőkészség az hiányzik. És azt hogy látod áthitalhatónak azt a problémát, hogy egy kábel tévén elég komoly költségek vannak egy ilyen kiszállásnál, hogy hogyan lehetne ezt tulajdonképpen kiváltani? Tehát mikor riportokat, meg ilyen hosszabb filmezéseket, ugye valószínűleg civil szervezet nem tud megfizetni. Mi az, ami megoldás lehet ebben az ügyben? Ami megoldás lehet az, hogyha saját magunk legyártunk mondjuk egy sajtóközleményt, vagy bármi ilyen jellegű dolgot, és ezt eljuttatjuk az adott médiumnak. Tehát a tévék csinálnak rövidebb híradókat, abban például egy rövid hír erejéig be tudják ezt olvasni. Vagy pedig a honlapok kérdése, ugyebár az internet az egyre nagyobb teret nyer az életünkben, akár a közösségi média felületeken nyugodtan mi magunk is feltehetjük ezeket az írásokat, és innentől kezdve minden működik a maga módján. Tehát ez egy öngerjesztő folyamatként is elindulhat. Igen, tényleg, ha jól emlékszem, volt olyan helyi televízió, aki az adó 1% gyűjtéseket ingyen is bérmente föltetett, tényleg, tehát vannak ilyen kedvező helyzetek. Mi az, amit a Spotnet TV tud nyújtani a táborfalvi civil egyesületeknek ebben a sajtóvilág kérdéskörben? Én azt gondolom, hogy mindent. Tehát mi olyannyira ügyesek és hatékonyak vagyunk, hogy igazából nincs olyan probléma, amit ne tudnánk megoldani. Tehát, hogyha megtisztelnek minket a bizalmukkal, akkor mi nagyon szívesen megyünk, csináljuk, akár fel is készítjük őket a hasonló helyzetekre. Ez az első feladat ugye akkor a www.spotnet.hu honlapra felmenni, és akkor tájékozódni arról a ti stílusotokról, illetve az egész úgynevezett szerkesztés, hogy mondjam ezt, hogy szokták ezt nevezni? Tehát ugye a cikkek, meg a videók, meg a fényképeknek az összessége az végül szaknyelven milyen kifejezést lehetne használni erre? Igazából ez a felületnek a felhasználása, tehát hogyha valaki ellátogat a www.spotnet.hu oldalra, ott tud hozzánk regisztrálni, onnantól kezdve pedig mi beszippantjuk a saját világunkba. Ott, akkor jól látom, akkor arra is van lehetőség, valaki, hogyha oda regisztrál, akkor tud, hogy neki esetlegesen olyan képességeket vagy lehetőséget adni, egy felhatalmazást, hogy valamilyen szinten interaktívan vegyen részt a ti szerkesztői munkátokban. Természetesen, sőt, igazából mi nagyon szeretnénk, hogyha igazából nem mi írnánk a felületen megjelenő cikkeket, hanem tényleg az, aki ebbe benne van. Tehát ezért lenne nagyon jó, hogyha minél többen billentyűzetet ragadnának, és megtisztelnének a bizalmukkal minket. És akkor ugye van segítség is, illetve valamilyen szinten kontroll, tehát hogyha például valakinek van rokona, ismerőse, mondjuk akár a tengeren túlon, vagy egy másik országban is érdeklődik a helyi civil élet iránt, vagy akár ő a saját civil életét a külföldit akarja megosztani, akkor ebbe is tudtok valamilyen segítséget nyújtani neki? Természetesen van már Amerikába szakadt hazánk fia is, nagyon várjuk az ő első bejelentkezését. Köszönöm egyelőre ennyi, még nem jut több dolog eszembe, de meglátjuk még. Köszönöm szépen.